éveknek, és most, ahogy láttuk a számokban, a hónapoknak is, úgy érzem, hogy nagyon jól döntöttek az előjárótársak, amikor ezt a témát választották. És holnap elsősorban a generációs ajándékoknak a gyülekezeti vonatkozásáról lesz szó. Én most ma este, ami az egésznek a bevezetése, és összvisz másfél órát fog beszélni, úgyhogy én egy általánosabb megközelítésről beszélnék, nem a gyülekezet részéről, hanem a generációs ajándékokról általánosságban. És nem tudom, hogy amikor erre, vagy ezt hallottad, hogy generációs ajándék, vagy most hallod, testvérem, akkor mire gondolsz, hogy számodra mondjuk mi egy generációs ajándék? És ezen érdekes lenne erre most a válaszokat hallani, de talán nem tévedek, hogyha nem sokan gondoltatok arra, hogy a generációs ajándék én magam vagyok, vagy te magad vagy, a te életed. Mert hogy az előző generációnak az ajándéka vagyok én, ha az édesapám spermiuma és az édesanyám petesejtje nem egyesül, abból nem leszek, akkor nem lennék. És ez egy ajándék, és ez az élet maga egy ajándék. Tehát ha azt veszem, akkor az első generációs ajándék, amire gondolnom kell, az az én saját életem. És milyen különleges az, hogy egy jó esetben ennek a szülők is örülnek, és egy megfogant élet és egy megszületett élet nem csak önmagában ajándék, hanem ő is ajándék a szülei számára. De azt gondoljuk, hogy akkor a szüleink élete is ajándéka volt az ő szüleinek, és az ő szüleinek az élete is ajándéka volt az ő szüleinek. Tehát akkor tulajdonképpen, amikor a generációs ajándékról beszélünk, akkor az Isten teremtő erejéről és az teremtő ajándékáról beszélünk. És hogy ebben a kérdésben, amikor a generációkról beszélünk, akkor valójában szerintem az Isten nagyságáról és az Isten teremtő erejéről, az ő ajándékairól beszélünk. És hogy ő mennyire benne van ebbe a generációs kérdésben, már az is eleve nagyon érdekes, hogy rögtön a Biblia elején a 10 parancsolatban van szó a generációkról. Két helyen is, az egyik az ugye, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess ezen a földön, de ez egyébként ez a második említése a generációknak, és talán nem gondolunk arra, ami hamarabb van, és ezt hadd olvassam föl, a 10 parancsolatnak a második parancsolata. De előbbről is olvasom. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy bár valami hasonmást arról, ami fent az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik gyűlölnek engem, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Milyen különleges ez, hogy Isten már így gondolkozik a generációkról, és hogyha arra gondolunk, hogy most akkor hasonlítsuk a háromnegyed íziglen büntetést az ő ezer íziglen való irgalmához, talán ez nem olyan jó összehasonlítás, bár ez se rossz, de gondoljunk arra, hogy amikor azt mondja Isten, hogy megbüntetem az engedetlenséget, akkor ebbe a környezetbe hangzik ez, hogy én kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, és ne kövessétek az ottani isteneket, hanem kövessétek azokat, amiket én parancsoltam. És ebből csak egyetlen egy gondolatot villantanék föl, hogy nehéz néha olvasni, de érdekes belegondolni, hogy Isten milyen sok parancsot adott a zsidóknak, amikor kijöttek Egyiptomból, hogy máshogy éljenek. Például az egyiptomi orvosi kultúra hihetetlen magas fokon volt, olyan kiváló diagnoszták voltak, hogy most is talán különlegesség olvasni, amit ők akkor rájöttek. Viszont Mózes törvényeiben semmit nem olvasunk a diagnózisról, viszont a tanácsok az, hogy mondjuk mi az, ami segít, az viszont abszolút életmentő. Amikor valakinek valami bőrkiütése volt, akkor az van a Bibliában, Mózes törvényeinek, hogy különítsd el.
maga a karantén gondolata, ami aztán a középkorban például a fertőző betegségeknél annyi életet később megmentett, az itt jön elő. És amikor kijöttek Egyiptomból, azt olvassuk, hogy ha nekem engedelmeskedsz, nem bocsátom rád azon betegségeket, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, a fekélyt, stb. Tehát Isten írgalma, vagy az Isten elleni parancsolata, ilyen engedetlenség megnyilvánul abban, hogyha nem úgy élek, nem az ő parancsolatai szerint élek, akkor az én generációm, meg a következő generáció is szenved tőle. Viszont az ő írgalma az ezer generáció át is működhetnek. És hogy hozzuk ezt összefüggésbe azzal a gondolattal, amit szintén egy fontos mondás, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Hogy a hitet nem lehet örökölni a szüleinktől. És ez így igaz. De Isten ajándéka az életen keresztül nagyon sok minden olyannal lát el, amire mi nem is gondolunk. És amikor itt a bevezetőben arra gondoltam, hogy olyan sok minden természetesnek veszek, akkor elkezdtem azon csodálkozni, hogy az előző generációknak az Isten törvénye szerint való élete, az mennyi mindentől megóvott minket. Vagy például az, hogy a korszerű orvostudomány például a kereszténység alapjai fejlődhetett ki, mert nem az volt, amit egy misszionárius barátunk Fülöp-szigeteken volt, és ott mesélte, hogy meghalt az egyik családba a disznó, és hát mitől lehetett? Hát biztos ez az Isten rosszat tett, ennél és annál a fánál így és úgy kell áldozni. Egy másik esetben ugyanebben a helyzetben meghalt egy másik disznó, akkor egy egész mást javaslat született, amire gyakorlatilag ráment a közösségnek a minden ereje. És az, hogy Isten következetesen jelen van az életünkben, az ő törvényei szerint élünk, és ebben következetesség van, ez volt az alapja a modern tudomány fejlődésének is, és el se tudjuk képzelni, hogy mennyi minden ajándék az előző generációnknak a hozzáadott értékéből van, a gyerekbetegségeknek a elleni oltásoktól kezdve, nagyon sok mindenen keresztül. És most, amikor így ezt a gondolatkört kezdjük, akkor ezen a hétvégén, akkor én arra szeretném a fókuszt helyezni, hogy legyünk azért nagyon hálásak, hogy az előző generációktól annyi minden jót kaphattunk, ami nagyon sok helyen, most ebben a világban ez nincs így. Például az, hogy most itt volt ez a hatalmas árvíz, és Budapest belvárosában nem volt semmi probléma, azt vehetjük úgy, hogy hát ez természetes. De amikor 1838-ban akkora víz volt a belvárosban, hogy a Rókus templom oldalán most is oda van rajzolva, hogy itt állt a víz, akkor rengetegen meghaltak a belvárosban is, Budapesten, és hogyha akkor a mi előző generációink nem építik meg ezeket a gátakat, amik most megóvtak minket ettől, akkor velünk ugyanez megtörténhetett volna most, ami annak idején megtörtént. És most így a hétvége indulásakor arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy legyünk azért nagyon hálásak, hogy annyi mindent kaphattunk az előző generációkon keresztül, az előző generációktól, és hogy milyen felelősségre hív ez minket, hogy mi mit adunk tovább a következő generációnak. És olyan érdekesnek találom, most pont így az árvíz kapcsán gondolkoztam el, hogy nem tudom, hogy azt ki tudja, hogy a Veselényi Miklós miről híres. Őt úgy hívják, hogy Árvízi Hajos, és a mi gyülekezetünk utcája Veselényi utca. És úgy elgondolkoztatott, hogy bár a magánélete ennek a Veselényi Miklósnak nem annyira követendő, tehát nem az a lényeg, hogy ő követte ilyen szempontból is az Isten parancsolatát, de az, hogy mentette a vízből a fuldoklókat, az minthogyha a mi gyülekezetünknek is jelentene valami üzenetet, hogy mi is arra vagyunk hivatva, hogy ami rajtunk múlik, hogy mentsük az embereket. És ezek azok az ajándékok, amiket továbbadhatunk, és ezek az ajándékok azért is lehetnek részben, vagy azért is lehetünk ebben ilyen gazdagok,
mert mi is ilyen ajándékokat vehettünk át az előző generációktól. Nem is szeretnék én ennél most többet mondani, hanem csak szeretném, hogyha hálát adnánk ezért, és akkor ezzel befejeznénk a ma estét. Mennyi Atyánk, köszönöm neked, hogy te vagy az életnek a teremtője, az Ura, hogy generációról generációra, megszakítás nélkül folytatódik az élet továbbvitele és az élet özöne, és köszönjük, hogy olyan sok ajándékot vehettünk át az előző generációktól. Bocsáss meg, hogy sokszor ezt olyan természetesnek vesszük, vagy én legalábbis, hogy elfeledkezünk róla, hogy ez tényleg tőled való ajándék, még hogyha embereken keresztül is kaptuk. És légy abban segítségül, hogy felfedezzük azt, hogy van súlya a mi cselekedetünknek, hogy kinek a parancsolatai szerint élünk, hogy mit adunk át, hogy milyen környezetet teremtünk azoknak, akikkel együtt élünk. Urunk, könyörgünk azért, hogy te hasd át az életünket ezzel, hogy olyan módon adhassuk tovább ezt az ajándékot, amit kaptunk, ami méltó te hozzád. Segíts meg a gyülekezetünket, hogy hadd lehessünk mi is olyan mentő gyülekezet, aki le tud hajolni azok felé, azokért, akik fuldokolnak a nehézségben vagy a terhek között. Köszönjük, hogy mi mindannyian ilyenek voltunk, és egyszer csak valaki lehajolt, és valaki segített, és légy abban segítségül, hogy ezt mi is így tudjuk folytatni. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.